A múltkor keresgéltem az interneten olyan fülhallgatók után kutatva, amikért nem kell milliókat kidobni, és mégis jól szólnak, mégis normális hangjuk van, és tényleg egy olyan bizonyos árkategóriában vannak benne, amiért nem gondolnád, hogy lehet bármi értelmeset kapni. Az első fülhallgatónk nem más, mint egy 38 centes füles, aminek a kiszállítása 1,12 dollárba kerül, ami azt jelenti, hogy ez egy 1,50-es fülhallgató. Látjuk, hogy négy színben érhető el, piros-fekete, fekete-fekete, fehér-arany és fehér-ezüst kombinációkban. Mi a piros-feketével mentünk tovább, mert szerintem ez néz ki a legkultúráltabban. Amit a kép alapján látunk, hogy jackes, illetve hogy van rajta egy gomba, amivel meg lehet állítani magát a zenét, illetve mintha egy mikrofon is lenne rajta. A második fülhallgatónk egy EarPod klón, és konkrétan az. Tehát, hogy látjátok a képen, ez olyan, mint egy EarPod, csak elvileg nem az, hanem ez az ő termékük. Earphone for iPhone 5, 5S, 6, Samsung Media Player. Tehát ezek ilyen semmit mondó nevek. Ennek az ára 1,85 dollár, tehát gyakorlatilag ez a legdrágább az összes közül, amit vásárolni fogunk. És a kiképzés egy képek alapján gyakorlatilag dettó ugyanaz, mint amit az iPhone-nak a fülhallgatója tud, tehát megnézzük, hogy mennyire lesz ez más az EarPods-hoz képest. A harmadik fülhallgatónk különlegessége, hogy lapos kábellel van ellátva. Elvileg ez a kábel nem tud egyébként összegabajodni. Hát ezt majd meglátjuk. Én úgy vagyok egyébként ezzel, hogy érdekesen néz ki, szóval se nem mondom azt, hogy zseniális, se nem az, hogy jó. Mint látjuk, egy rakat színben elérhető, tehát fekete, zöld, fehér, piros, lila és rózsaszín is kapható belőle, amit én nagyon szeretek, hogy az összeset lefényképezték, és nem Photoshopban színezték át őket, tehát még erre is figyeltek, ez szerintem egy nagyon-nagyon pozitív pont. Ez pedig egy 70 centes fülhallgató, ingyenes szállítással továbbra is. Elérkezve az utolsó fülhallgatóhoz, az 1 dolláros fülhallgatóról van itt szó. Ennek a fülhallgatónak a különlegessége, hogy boarded kábel van, ami ugye ez a szövetbevonatot jelenti. Én ennek a tapintására vagyok egyébként a leginkább kíváncsi, tekintve, hogy ezek a szövet cuccok általában drágák, és mint látjuk, hogy ez nem éppen a legdrágább kategória, tehát nem tudom, hogy mit tudok egy ilyentől várni. Egészen kultúrátnak tűnt, és ugye ebből is elég sok szín kapható egy ilyen kékfejű, kapható egy ilyen narancssárga, és hát aranynak mondott, ugye itt a fejét és a kábelben lévő színt kell nézni. Kapható egy zöld, ez még elég érdekesen nézett ki, és tök menő a káble, de a feje nem tetszik, úgyhogy ezért nem ezzel mentünk. Kapható piros, ez sem nagyon fogott meg, illetve egy ilyen ezüst. Azt hiszem, hogy mi egy ilyet rendeltünk, igen. Mi egy ilyen ezüsttel mentünk. Tehát amit tudnunk kell, hogy a fülhallgató közül egyért kell fizetnünk szállítási költséget, de annak gyakorlatilag az árában már alapból benne van az, hogy ugye ezt ki fogjuk érte fizetni, tekintve, hogy a fülhallgató sokkal olcsóbb, mint a többi vetélytársa. Nézzük az első fülhallgatónak a minőségét, csomagolás ügyileg. Na most, itt van maga a csomagolás, nem akarom megfordítani, mert ott van mindenféle információ. Egy ilyen egyszerű borítékszerűségben kapjuk meg, lapos, buborékos belső kivitellel. Ha kivisszük belőle a fülhallgatót, akkor ugye össze van benne csavarva. Eredetileg volt rajta egy ilyen kis fém kötöző cucc, amit már leszettem róla, ugyanis ki kellett próbálnom a fülhallgató működési képességeit, illetve már pár napja ezt használom, mert ő érkezett meg jóval előbb, mint a többiek egyébként. A kábel elég hosszú, strapabíró, és egyelőre nagyon jól néz egyébként ki. Mint láthatjuk, van egy ilyen érdekes feje a kábelnek, ugye, amit itt le lehet húzni, és akkor össze tudjuk fogni följebb a kábel, tehát nem kell, hogy annyira szétálljon, ez ugye tárolásnál ideális egy funkció. Mint láthatjuk, ez a kis műanyag cucc itt van rajta, ugye ezen van a mikrofon, és ezzel tudjuk ugye megállítani és elindítani a lejátszást, és itt vannak a kis fejek. Tehát így néznek ki, nagyon jól néz szerintem ki ez a ilyen oldalazott bemarrás rajta ez a mintázat. Kicsit olyan, mint egy lövedék egyébként, tehát marha jól néz szerintem ki. Ugye agybadugós fülesről van szó, tehát nyilvánvalóan ezt a fejet kell elképzelni. Nos, az egyetlen negatívum szerintem, hogy ez ugye konkrétan fémből van, tehát egy zsebbe nem lehet rakni egy telefonnal, mert ugye a képernyőjét elkezdi elcseszni neki. Ettől eltekintve szerintem egy nagyon igényesen összerakott füles, szóval majd megnézzük, hogy hogyan hangzik.
Megnézve a második fülhallgatót, amin egy kisebb dobozban érkezik, annál fogva egy kicsit vastagabban, látjuk, hogy a nulla japán jent ki is fizették a szállításért. Na, szóval... Jerki... Itt is van. Actually, ez úgy néz ki, mint egy AirPodnak a doboza, de tényleg nem az, mivel nincsen rajta Apple logó. Tehát... valamit tudnak ezek az emberek. Kezdődik, igen. Ó. Oh. Ó, oh, ez actually nagyon-nagyon úgy néz ki, mint ugye magának az iPhone-nak a füles emellé, amit ugye kapunk, teljesen a csomagolás eddig, de ettől ugye ez, hoppá. Ó. Oh. Erre nem emlékszem. Ez lehet, hogy nem tesz jót egy kábelnek. Mire meg van hajtva. Nem úgy emlékszem, mintha ez így lett volna alapból, de nem. Mi? Jaj, de csúnya, miért vannak így meghajtva? Aha. Uh-huh. És akkor így. Jön ki a helyéről. Honnan tudjuk, hogy ez nem egy iPhone füles? Van egy ilyen vágás innentől odafele, ahol össze van illesztve, tehát ezt nem tudom, hogy látjátok-e. Az egész ugye végigmegy. Itt valamiért kék. Kék bent, tehát maga a kis szűrője. De alapvetően fogásra dettó, és... a panel ugye, amit nyomkodni kell, ez a... kis hangerő szabályzó, illetve középső gomb. Jóval erősebben kell megnyomni. Ajaj. Lehet, nem egészséges. Illetve látjuk, hogy itt a vége. Ez mi ez a dzsuba? Hozok összehasonlításnak egy igazi AirPodot. Meg tudjuk nézni, hogy mik a különbségek. Látjuk, hogy az eredetén itt jobb oldalt nincsen olyan csík, a hamisítványon van egy ilyen csík, és ugye látjuk, hogy belőle egyik fekete, a másik pedig kék. Ezen kívül így a fején nem látok túl sok minden eltérést. Kicsit máshol van ez a kivágás rajta. Nem tudom, hogy ezt ők csak dizájnnak rakták rá, vagy tényleg van náluk is értelme valami. Poén még ezt a slider cuccot is lemásolták róla, tehát ugyanúgy van kiképezve mind a kettőn a kábel összekötő. Ó, oh, TCU. Egy újabb jel arra, hogy nem Apple-ről beszélünk. Ja, és sóriás, tehát több helyen is sóriás, amit látunk, az eredeti pedig nem. Az említett harmadik fülhallgatónk a lapos profilú. Ugye ezt is piros színben rendeltük. Egyelőre, ami problémát észreveztek rajta, az az, hogy valamiért csak az egyik fején van gumi borítás, és nem úgy néz ki, mint ahogy benne van a csomagban egyébként ezen kívül, szóval... Nem, remek, szóval megjött a fülhallgatónk egy darab fejjel, hát ez is valami. Ő volt egyébként a 060-as. Egyébként látszik, hogy a Beats logó, tök a neten ki van takarva ilyen kék gönccel. Most, hogy közelről megnézzük, ez látszik, hogy nem egy Beats, de hát na. Olyan a kábel, hogy ilyen lapos, de így meg van hajtva, tehát így bele lehet nyúlni. Mi a cél ezzel? Ez nagyon fura. És leszedjük ezt a gumit róla, és rárakunk egy másik fülesre majd egyet, aztán kipróbáljuk, hogy hogyan hangzik. Következő és egyben utolsó darab, amit fogunk bontani, az nem más, mint a szövet fülhallgató. Itt nagyon-nagyon vékonynak tűnik ez a kábel, ugye ez a ilyen fonott, vagy ilyen szövetes cucc. Ugye itt már jóval vastagabb, itt sokkal biztonságosabban megmeri fogni az ember, itt már nem fél attól, hogy esetleg valami baja lesz. És nagyon jól néz ki, tehát ez az ezüst fonat, ez tényleg jól néz ki ezen a kábelen. Gratulálok nekik, tényleg szép lett. Mint ahogy láthatjuk, egyébként ezen sincsen semmiféle hangerő szabályzó, illetve ilyen zene megállítása, gomb, tehát ezzel sem tudunk hozzányúlni ugye a zenénkhez. Úgyhogy már csak az vár ránk, hogy kipróbáljuk, hogy milyen hangzása van ezeknek a füleseknek. Miután minden egy fülhallgatónak a hangtesztelésével végeztem, arra a döntésre jutottam, hogy egy táblázat szerint fogjuk őket értékelni, ugyanis sok szempontból kell őket megnéznünk ahhoz, hogy átfogó véleményt tudjunk róluk alkotni. Ez persze nem azt jelenti, hogy én értek a hangszórókhoz, tehát nem fogom tudni megmondani, hogy miért olyan, amilyen, szimplán azt mondom, hogy milyen, és hogy egy átlag felhasználó mit fog észlelni ebből. Szóval, következő szempontok alapján fogjuk pontozni őket. 1. Hangerő. 2. Beszéd, hang, hallgatás, azaz podcasteknek a hallgatása. 3. Zene hallgatása. 4. 4. Nem tudok így mondani. 4. 4. Basszus.
Igen, a basszus külön érdekes soron, amivel én speciál imádom a mély hangokat egy zenében, és annak igenis ott kell lennie. Tehát nem véletlenül vannak benne a számokban. Főleg úgy, hogy én Trap Nation-t hallgatok mostanában a legtöbbet, és az meg tudjuk, hogy az ilyen, azok az ilyen vum, vum. Abban vannak mély hangoknak. Elvégeztem több számmal is a tesztet a fülhallgatókon, és a következő menjünk sorban, és nem az alapján a sorrend alapján megyünk, ahogy kicsomagoltuk őket, hanem minőségi sorrendben. És ő lesz itt az első, akit megnézünk, ezek a Beats koppintásos fülhallgatók. Na most ők lettek a négyből a negyedikek, tehát ők a legrosszabbak. Hangerőre én azt mondanám ennek a fülhallgatónak, hogy olyan 8-as, mert hangosnak hangos, ez valóban, nem annyira hangos, mint itt pár másik, tehát nem ért el a 10-es szintet, de én egy 8-as adok neki hangerőre. Beszédhangok hallgatására egészen kultúrátnak találtam. Azért, mivel a magas hangokat sokkal erősebben közvetíti valamilyen különleges oknál fogva, mint a mélyeket, ennek köszönhetően beszédhangokat kifejezetten kellemes rajta ha jó hallgatni, még kültéren is, mivel rohadtul hangos és hallod, mit mondanak. Mit tudom én, hogy hol akartok ti különböző podcasteket hallgatgatni, ez azokra a helyekre tökéletes megoldás. Na most a zene, az egy másik része ennek a dolognak, ugyanis én ott a 10-ből egy szolid 2-est adtam neki, és gyakorlatilag azért, mert lehet rajta hallgatni. Benyomtam a basszus növelést a telefonon. Mi történt? Semmi. És a basszusa egy a 10-ből, azért, mert nem adhatunk nullát, mert az azt jelenteni, hogy konkrétan nincs. Ebbe pedig, mintha elvétve egy-egy olyan hang, ami a brutális csikorgáson kívül is megszólalna. Tehát zenehallgatásra nem, beszédhallgatásra inkább. A következő nem más, mint a csodás, csillogós, fekete, nem tudom milyen fülhallgató. Tudjátok, ez az, amit úgy vettünk, hogy milyen jól néz már ki, nem? De, na most, a fülhallgató maga kényelmes. Jól is néz ki. Ezzel eddig nincsen gond. Viszont a pontozásunkon látjuk, hogy mit fog elérni. Hangerőben egy 9-est kap a 10-ből, ugyanis egy valóban eléggé hangos fülhallgatóról van szó. Egy picivel hangosabb, mint az, viszont nem annyira hangos, mint itt egy másik. Ez ugye nincsen gomb, ez egy negatív pont, én nem tudom, szóval nem szeretem, ha valami semmi nincsen, amivel meg lehet állítani egy zenét. Sehol. A beszéd hallgatása ennek egy 10/10. Viccen kívül, ezzel nagyon-nagyon jó hallgatni különböző podcasteket, próbáltam, ezt ajánlani tudom podcastezésre. Zenékre azonban. És akkor itt ugrik a majom a vízbe, ugyanis ez a fülhallgató nálam egy szolid 4-est ért el zenehallgatásban a 10-ből, és ez köszönhető annak, hogy a basszusa egy 3-as. De annyi nem hangzik szarnak, de az. Zenehallgatására tényleg nem ajánlom megvenni, és szerintem az emberek nagy része úgy zenét hallgat, szóval ezt nem ajánlom megvenni. Egyébként ezt sem, ha már itt tartunk. Ez a kettő, ez nem jó üzlet. Haladjunk tovább a következőre, a második helyzetünkre, ami nem más, mint a AirPod klón. Feltűnt, hogy nem úgy néz ki, mint ahogy az Apple-nek a fülese, na. De ki tudta, hogy mit várhatunk akkor, hogyha kibontjuk? Bár ne bontottam volna ki, ezt már így kimerem mondani, mert ennek a fülhallgatónak semmi köze nincs az AirPodhoz. Ha veszel egy ilyet, akkor nem fogod tudni, hogy milyen AirPodot használni. Nem látom értelmét egy ilyennek a beszerzésének. De tényleg, én mielőtt pontozom, mondom, hogy ilyet ne vegyetek. Ez volt a 4 közül a legdrágább, és valahogy ehhez voltak a legnagyobb elvárásaim, és ez zuhant nálam a legnagyobbat. Nézzük a pontokat. Hangerőben ez egy 7-es, 6 és feles. Ez egy halk fülhallgató. Próbálták úgy azt a formavilágot megtartani, mint az Apple, viszont valahogyan nem sikerült olyan erős hangszórókat belerakni a kis műanyag fejbe. Ennek köszönhetően cseszettő halk lett a fülhallgató. Nem szól hangosan bele a fejedbe, hanem úgy játssza a zenét, játssza valahol a távolban. Podcastek hallgatására én egy 7-est adnék. Zenehallgatásra én egy 7-est adnék. És nagyon tudom, hogy érdekesen hangzik ez a score, hogy most mindegyik 7-es lesz itt, de gyakorlatilag ez a fülhallgató nem olyan rossz, de nem is jó. Nem mondanám, hogy elfogadnám, hogyha vennék egy ilyet, mert tényleg nem kell egy ilyen, köszönöm szépen. Viszont nem annyira brutálisan szar, mint a másik kettő, ami meg már túlhaladtunk. A basszusát pedig valahova a 4-es körülre raknám. 3,5. 3,5 az tökéletes lesz. És akkor az első helyezettünk, a piros
fülhallgató, ezzel a fém fejjel. Haladjunk túl ezzel a külső tulajdonságaim, mint például az, hogy fémből van, és nagyon rossz, hogy nem lehet egy zsebbe rakni például a telefonnal, mert megvan az esély annak, hogy megkarcolja a képernyőt. Na most, anyagválasztás a toppon, gratulálok, de megvan az esély, hogy ennek a fémháznak köszönhető az, hogy ennek van a legjobb hangja az összes közül. Ennyi gyorsan még a pontozásról, majd utána még beszélünk róla. Hangerő 10/10. Ő a leghangosabb, nagyon hangos, életemben ennél hangosabb fülbe dugós fülhallgatót nem hallottam. Brutális. Beszéd hallgatása. Ez egy 9/10, és nem 10/10-et mondok, mivel van egy olyan problémája, hogy a beszédnek nem hozza ki az összes hangszintjét, hanem inkább az alsó hangokat próbálja erősíteni föl, és ez egy kicsit ilyen üreges hangot kelt magában, de ez kizárólag csak a szövegeknél van, tehát hogyha bármilyen hangszer is játszik a háttérben, ez már egyáltalán nem észlelhető, nem tudom, hogy miért van ez így, én ezt tapasztaltam belőle. Ó, hogy milyen vele zenét hallgatni? 10/10. 10/10 mindent hallok, csodás hangjai vannak, nagyon jól szól, mondom, talán ez köszönhető annak a fémháznak, és ezért nem is vagyok rá morcos, egyébként egy fémházban van, mert ennél jobb fülhallgatót nagyon nehezen találsz. Ennyi pénzért meg szerintem lehetetlen. És akkor most mondom a poént, basszus? 11/10! Olyan basszusa van ennek a szarnak, hogy nem vágom, hogy hogy jön ki belőle. Mondhatnátok azt, hogy jaj, azért, mert agyba dugós. Na most, ez itt egy agyba dugós fülhallgató, ez a fekete. Ennél mit is mondtunk? Hányas volt a basszus? 3-as? Vagy 4-es? Nem emlékszem. Ennél egy 11. És hogy miért 11? Azért, mert ha a basszus növelést benyomjátok a telefonon, akkor olyan lesz, mintha benülnétek egy ilyen hifi torony belsejébe, és komolyan mondom, hogyha van fölösleges 300 forintotok, egy ilyet rendeljetek magatoknak, nem fogjátok megbánni, viccen ki. Ezt használom most már lassan egy másfél hete. Azóta ezt a fülhallgatót használom, és annyira megtetszett, hogy egyik ismerősömnek is rendeltem egyet, zárójel a Stefinek, és magamnak egy másikat, hogy itthon is legyen egy, és legyen egy, amivel futkozok jobbra-balra. Van egy gombja, amivel meg lehet állítani a zenét. Ez rendelkezett vele, egyébként működött az első 2 percben, majd nem tudom miért nem működött tovább. Még semmi baj nincs a fülhallgatónak, pedig hordtam már elég sok helyre. Nagyon hangos, meg vagyok vele teljesen elégedve, és hogyha valamit ajánlom kéne, akkor ez az. Tehát ez lesz az a fülhallgató, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban. A másik 3-at nem linkelem be, mert szar az összes. Ha mégis szeretnétek őket megnézni, akkor megtalálhatjátok őket, ha ügyesek vagytok. Látogassatok el az aliexpress.com-ra. Hogy mi ez az aliexpress.com, erről pedig egy külön videóban fogok majd beszélni, ugyanis én ezt elég nagy témának tartom ahhoz, hogy ezt kibeszéljük, hogy mi az AliExpress. Látogassatok el oda, gyakorlatilag időtök, mint a tenger, mert ezt is most nézitek, úgyhogy oda is fel tudtok kattintani. És mint ahogy mondtam, kell egy füles, van ez. Amiben bármiféle kérdésetek lenne, írjatok a komment szekcióba, ha tetszett az a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, diszlájkoljátok, és hogyha tetszett az ilyen típusú videók, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a többi ilyen filéres tech videóról sem. Újabb videók hamarosan várhatóak. Én Anonymous voltam, köszönöm szépen a figyelmet, és következő videómnál újra találkozunk. Addig is lehetek jók, és sziasztok!